A Fiatalok Nemzetközi Napja alkalmából az Óbecsei Ifjúsági Iroda az Önkéntesség Igazi Csapatmunka címmel szervezett kétnapos programot a fiatalok számára. A projektet a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság támogatta. Pénteken és szombaton a programban résztvevő 50 fiatalnak lehetősége volt kipróbálni az e-coastert, a Segway-t, az e-kerékpárokat, az e-rangereket, valamint a quadokat. A Tiszaparton szervezett programok keretében pedig kipróbálhatták a szubdeszkákat, a kajakot, kenut, de a motoros siklócsónak vezetését is. A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság támogatása által az Óbecsei Ifjúsági Iroda megjutalmazta az önkénteseit a Fiatalok Nemzetközi Napja alkalmából. Ahogyan a tavalyi évben, úgy idén is szerettük volna megajándékozni az önkénteseinket az Óbecsei High-Tech Sportbázis kétnapos programjával. A célunk, hogy támogassuk az önkéntesek csapat szellemét, ugyanakkor így szeretnénk megjutalmazni őket az egész éves kitartó munkájukért, és megköszönni nekik azt, hogy az önkéntes munkájukkal példát mutatnak a fiatal társaiknak. Ez az első alkalom, hogy olyan programban veszek részt, amelyet az ifjúsági iroda szervez, nagyon jól szórakozom itt, hisz nagyon jó a program. Már tavaly is részt vettem ezen a programon, és nagyon jó tapasztalat volt. Szép volt együtt tölteni ezt a két napot, hiszen egész évben kitartóan dolgoztunk, és amellett, hogy jutalmul kaptuk ezt a programot, mindannyian jól szórakozunk együtt. A Fiatalok Nemzetközi Napja egyébként augusztus 12-e, amely célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok társadalomban elfoglalt jelentős szerepére. Az Óbecsei Ifjúsági Iroda mottója: fiatalok a fiatalokért. Ezért az egyik legfontosabb céljuk, hogy a fiatalok körében és a fiatalokkal együttműködve fejlesszék a társadalmi felelősségvállalást, a csapatszellemet és a fiatalos energiát. Az ifjúsági iroda következő programjára augusztus 23-a és 28-a között kerül sor Szjenicán. 20 önkéntes jelentkezett a Szjenicai Fesztiválra, ahol különböző foglalkozásokon vehetnek majd részt. A fiatalok a sportesemények, kulturális és szórakoztató programok mellett a turisztikai kirándulás keretében megtekinthetik majd Szjenicát és környékét. Miután Denice Grujicic bejelentette az egészségügyi biztosításról szóló törvény módosítását, amely szerint az általános orvos a jövőben a jelenlegi 2 hónap helyett legfeljebb csak 2 hetes betegszabadságot hagyhat jóvá az egészségügyi bizottság jóváhagyása nélkül. Néhány nappal ezelőtt Alekszandr Vučić köztársasági elnök kijelentette, az általános orvos legfeljebb 1 hónapos betegszabadságot írhat majd ki. A törvénymódosítás nem vonatkozik a daganatos betegekre, az állapotos nőkre és a műtét után lábadozó páciensekre. A javaslatot a betegszabadsággal való visszaélések megszüntetése miatt kezdeményezték. Megkérdeztük a polgárokat, nekik mi a véleményük erről. Szerintem ez nem valami jó dolog, mert az, aki súlyosabb betegséget kap el, vagy esetleg műtétre kell neki menni, éppenséggel lát, hogy kórházban van, és nem tud szaladgálni 1 hónap után felújítani a papírokat, vagy ilyesmi, úgyhogy szerintem nem jó döntés. Az emberek elfogadják, mert nem sokat tudnak tenni, szóval az, amit az állam meghoz, szabály, törvényt, bármit, az emberek úgy egymás között azért ők mondják, hogy mit gondolnak, de így hivatalosan nem merik, mert valamilyen úton, módon ez az én véleményem. Nagyon sajnos, hogy a többi, aki itt van, aki még itt van, annak rossz lesz. De ha az is fűszkerekedik és elmegy, aztán majd meglátják, hogy kinek mennyi betegszabadságot adnak, ugye, mikor már nem lesz egy munkás se Szerbiában. Azon páciensek esetében, akik nehéz szívműtéten estek át, valamint a több hónapos terápiát igénylő daganatos betegek, a fogyatékkal élők és a terhes nők számára az általános orvos továbbra is kiírhatja a 2 hónapos betegszabadságot, ezt követően a pácienseknek az egészségügyi bizottság elé kell állniuk. Az egészségügyi biztosításról szóló törvény módosításának tervezete augusztus 21-ig van közvitán.